milyen egy megszokott tanóra az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karán. Nem, egyáltalán nem szemfényvesztés, hogy a láthatóan vagy hallhatóan sérült emberek nem az iskolapadban, hanem a katedrán foglalnak helyet. Ezáltal ugyanis egy kicsit változik a diákok szemlélete. Lássuk például ezt az egyszerű feladatot, ahol a jövő gyógypedagógusai az egyes szinonimák megkülönböztető jelentésével ismerkedtek. Ez a kijelentés Gergő szájából egyértelműen hitelesebbnek hangzik. Többek között ezért is fontos az úgynevezett participatív, azaz a részvételi oktatás, amelyet 2015-ben indított el az egyetem. Ekkor merült fel ugyanis, hogy a gyógypedagógus hallgatók oktatásába érdemes volna bevonni az érintett embereket is. Ráadásul, ami korábban szívességi alapon működött, annak később keretet is adtak egy óraadói szerződéssel. A gyógypedagógus képzésben nem meglepő, ha azt mondom, hogy jól fogadták, hiszen olyan hallgatókat képzünk, akik éppen a participatív oktató társaink képzésére készülnek föl. Sőt, az első órák után a hallgatók kifejezetten igényelték ezt a fajta oktatást, hiszen a fogyatékos személyekről közvetlen információkat szerezhetnek. Így alakulhat ki az a furcsa szerepcsere, hogy akinek az oktatására készülnek a hallgatók, ők tanítják most őket. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a módszert. Nagyon sokat tanulok én is a participatív oktatótársaktól. Nem tudom ugyanazt az eredményt hozni az órán, ha nincs ott az értelmi sérült kollégám. Ma már azt gondolom, hogy nem is tudom elképzelni másképp az órámat, csak úgy, hogy ott vannak velünk. A jövő gyógypedagógusai a 8 fél éves képzés első-második fél évében találkoznak a participatív oktatókkal. Salai Ilona szinte a kezdetektől erősíti az oktatói gárdát. Értelmi sérültként, saját bevallása szerint leginkább a kihívásokat szereti a munkájában, amiből rengeteg energiát és erőt ismerít. Egyre több feladatot kapok, és megmutathatom a társaimnak, hogy ők is mire képesek, és ezáltal szemléltethetem azt is, hogy mi értelmi fogyatékossággal élők nem csak sajnálatra vagyunk alkalmasak. Ilona könnyen érthető kommunikációt is tanít, ahol a bonyolult dolgokat leegyszerűsítik úgy, hogy azt mindenki képes legyen értelmezni. Magyarországon széles körben még nem terjedtek el a könnyen érthető anyagok. Jó hír azonban, hogy hamarosan nem csak az egészségügyi, a szakpolitikai dokumentumok várnak elérhetővé, hanem receptek, a nagy sikerű Pál utcai fiúk, vagy épp a MÁV alkalmazása. Néhány participatív oktatót szakmai referens is támogat, akinek az a feladata, hogy az érintett kollégákat segítse a felkészülésben és a feladatok megfelelő végrehajtásában. Ahogy azt a háttérben csendben asszisztáló Czakó Tibor is vallja, ahányféle ember nem csak az akadályozottsága, hanem a személyisége miatt annyiféleképpen kell segíteni őket. A személyes kapcsolat, a bizalom az pont annyira fontos ebben a kapcsolatban, mint maga a szaktudás. Participatív oktatók több módon is bekerülhetnek az ELTE pedagógusai közé. Egy azonban egyértelműen közös bennük, motiválja és lelkesíti őket a tantermi munkájuk. Nézzük, kinek mi a leginkább meghatározó élménye. Nagyon szeretek élni, mert úgy gondolom, hogy fontos, amit mi csinálunk. Melyik tényleg a hallgatók abszolút első kézből tudhatják meg a fogyatékot élő személyek tapasztalatait. Mi megcsináltó Romeói és Júlia szerint színű darabból, amit értelmi sérült rendezett. Én is elmondhatom, hogy egyetembe dolgozok.
A participatív oktatás bevezetése a pedagógusoknak is óriási élménynek bizonyult, hiszen addig csak elméletben beszéltek arról a jelmondatukról, hogy semmit rólunk nélkülünk. Sokkal jobban kiegészítjük egymást, tehát mi hozzuk a szerzett tudományos tudásunkat, a participatív oktatótársak pedig a megélt tapasztalataikat teszik hozzá. Élményszerűvé teszi az oktatást, és hogy rengeteget tanulunk egymástól. Hát így el nem tudom mondani, hogy mennyivel jobbá vált az egész oktatási folyamat. A diákokat ezzel a Magyarországon egyedülálló módszerrel mondhatni a mély vízbe dobják, akik idővel megtanulnak együtt gondolkodni a fogyatékos emberekkel. Nagyon élvezem az órákat, nagyon sok tapasztalatot kapunk tőlük, és nagyon elgondolkodtató tud lenni időnként az, amit mondanak, hogy ők mégis hogyan élik meg a saját fogyatékosságukat. Sokszor az van, hogy elméletben elmondják, hogy mondjuk, hogy ők is beilleszkedhetnek a társadalomba, vagy hogy mennyire fontos, hogy munkahelyeket teremtsünk, de hogy az, hogy ez így megvalósult itt az iskolában, ez szerintem sokkal jobban példázza ennek az elvnek az érvényességét. Végül, de nem utolsó sorban itt van Zsolt, aki születésétől fogva sikert és egy igen egyedi módszerrel mutat rá saját világára és érzéseire. Az előadások elején jeltolmács nélkül a maga módján kommunikál a hallgatókkal, vagy legalábbis megpróbál. Maximum 2 percig bírták a hallók, és utána már szóltak, hogy jó, elég volt, most már mihez, már érteni akarunk valamit belőle, és nem tudjuk, hogy mi, elkezdtek panaszkodni, és utána megkérdeztem, hogy oké, most mi panaszkodtok? Hát mert akarunk érteni téged, hogy mit mondasz. Én így visszakérdeztem, hogy most gondoljatok bele, hogy nekem ez az egész életem. Akár a mozi, ahol nincs felirat, az egész világ. Jókora csavar itt a történet végén, hogy a magyar iskola rendszer szerint a tanulásban, illetve az értelmileg akadályozott gyerekek az általános iskolai tanulmányaik befejezését követően kizárólag szakiskolában vagy készségfejlesztő iskolában tanulhatnak tovább. A gimnázium és így az érettségi is elérhetetlen számukra, tehát a felsőoktatásba sem jelentkezhetnek. A participatív oktatásnak köszönhetően azonban mégis itt lehetnek. Ahogy láttuk, jelenlétük ma már magától érthetődő. Ennyi? Ez rövid volt.